Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a VR, és hát újabb baromságban próbáljuk ki magunkat, igen, mert a kimeríthetetlen ötlettábla... Itt van. Ötlettábla az kimeríthetetlen. Nagyon sok ötletünk van. Így van, és az interneten terjengő őrültségekben kipróbáljuk magunkat, amiből kimaradtunk az elmúlt 9 évben. Uh-huh. A mai pedig nem más, mint az apu viccek. A dead jokes. Amúgy is kimentek a divatból a viccek, meg olyan ritkán szoktunk, szinte soha nem beszélünk vicceket. Nem mondunk egymásnak már viccet. Inkább mutatunk egymásnak egy mémet. Igen, az megy most. A viccek teljesen kimentek, úgyhogy most vicceket fogunk egymásnak olvasni, amit Balázsék válogattak ki, és állítottak össze sorrendben. Így van, és a cél az, hogy ne röhögjük el magunkat. Így van, és tök egyszerű, aki elröhögi magát, kap egy pontot, és akinek kevesebb van, az nyer. Jó, várj egy kicsit, biztos, hogy kész vagy erre? Én maximálisan. Nem hiszem, Jani, mert most is vigyorogsz. De te is. Hát, mert szerintem már látlak. Na, hogy hívják az indián ejtőernyőst? Nem tudom. A pacs. Oké. Oké. Mi a közös a sárga barackban és az Outcastben? A héja. Uh-huh. Mi a közös a pingvinben és a trapista sajtban? Nem tudom. Egyiket sem vonza a mágnes. Hmm. Ez így van. Hogy hívják az indián temetőt? Nem tudom. Tolltartó. Ez régi cucc, bazeg. Ez régi cucc. Miért nem jó savanyúsággal kártyázni? Miért? Mert csalamádé. A kékestetőn, Jani, koncentrálj, itt vagyok, nincs halászcsárda. Pedig kellene lennie. Hiszen ott van az ország legmagasabb pontja. Érdekes. Melyik a legsárgább madár, Pisti? Nem tudom. A citromhéja. Igen? Mi süsű vezeték neve? Mi? Nem, ebből ki kell jönni most. Na. Csak. Oké. Hiszen a nevem is annyi. Csak süsű. Hmm? Igen. Oké. Hogy hívják a zöldruhás szerzetest? Nem tudom. Környezetbarát. Hmm. Milyen állat a kipu? Nem tudom. Azt én sem tudom, de biztos baromi veszélyes, mert minden kocsim van kipufogó. Jó. Hogy hívják, Pisti, az őrült lovat? Nem tudom. Pszichopata. Oké. Okay. Oké. Okay. Hogy nevezik azt az embert, akinek a karrierje romokban hever? Hogy? Te egész. Logikus. Miért nem beszélnek egymással a gumimacik? Nem tudom. Haribó. Értem. Értem. Mit mond Dorati, amikor lelövik Ózt? Mit? Ozonjuk. Az a baj, már a kérdés is vicces. Igen, igen. Mit mond a reszelő a szeletelőnek? Mind. Te ilyen kis felvágós vagy, igaz? Jó van, oké. Okay. Hogy hívják a jövőbe látó kisfiút? Hogy? Jóska. Menj a faszommal! Ez egy kurva nagy geciség amúgy. Jóska! Oké. Okay. De bassz meg, de ez a Balázs már akkor rövő, mikor elolvasom a kérdést, a faszom! Nem lehet így. Jó, nem baj. Hú, te jössz. Hogy nevezik a templomok közötti hálózatot? Mi van? Paplan. Oké. Okay.
Mit mond a kínai, mielőtt meghal? Mit? Párizs. Ez majdnem elkapott, de jó, oké, oké. Miért gyanús a kínai horoszkóp? Gyanús? Uh-huh. Né. Mert feldes szemmel írják. Világos? Oké. Hol van a legtöbb rapper? Hol? A reptéren. Fú. Igen. És hogyan kezdi a munkásságát a Hóhér Pisti? Nem tudom. Gyerekfejjel. Ó, oh, bazd meg. Oké, okay. Oké. Okay. Miből van Sylvester Stallone memóriája? Miből? Rambó. Megdöglik, bazd meg. Megfog, de nézd meg, hogy néz ki. Te tettet ki. Vele ne játsszuk ezt a játékot. Jézus Isten. Mozart és Bach beszélgetnek. Te Mozart, szerinted érdemes lenne megírnom a 9. szimfóniámat? Felesleges, mert az előző is egy baklövés volt. Mi az? Ugyanúgy néz ki, mint a halál, csak kisebb. Mi az? Halálfia. Oké. De hogy lehet ennyire szar? Hogy lehet ennyire szar? De Balázsra kivett a szobába. Ki kellett menjen? Ott rög. Igen? A gyerek Bill Gates kérdezi anyukáját. Anyu, kinyithatom az ablakot? Igen, kisfiam, de ne csinálj belőle rendszert. Azt a kurva. Az a baj, hogy túl okos. Ez túl okos. Ez túl okos. Kurva életben. Ez jó. Ez jó volt. Ez nagyon jó volt. Mi lesz a lovas katonából, ha átmegy rajta az úthenger? Mi lesz? Lemezlovas. Igen, igen, igen. Mi az? Öreg emberek ugrálnak le a hídról lábukon gumikötéllel. Nem tudom. Bácsi jumping. Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Mi a mellén élő állat? Mellén élő állat? Mi? Mellény. Egy mellény. Logikus. Logikus, teljesen. Mi az? Cukros? És hozz, bazd meg! Cukros és szobahőmérsékleten köt. Nagymama. Mi a fasz ez? Mi az, hogy cukros, bazd meg? Miért kell cukros legyen a nagymama, bazd meg? Jó. Oh. Oh. Főzök még egy kávét, nem tudom. Jó. Két szauna beszélget. Igen? Téged miért zártak be? Gőzöm sincs. Oké. Okay. Oké. Okay. Hol lapul a legjobban a nyúl? Hol? Az úthenger alatt. Igen. Akkor jó. Basz meg. Megfárult itt ez a mesege cím. Azt sem tudom, mi az. Mondani akartam egy poént John Lennonról, de már lelőtték. Oké. Okay. Miért csukták le a narkós papot, Pisti? Na miért? Szertartásért. Értem. A tehén bonyolult állat, de én megfejtem. Oké. Okay. Hát, eldőlt. Akkor jó, ezek akkor... szerint én nyertem. Hát ez van. De minden esetre érdekes tapasztalat volt. Az. Különösen az, hogy ha mások által összerakott lista van, neked is meglepetés, uh-huh. És hogy néha már az első fele elolvasása is vicces. Igen, amúgy nehéz volt megállni sokszor. Igen, igen, nagyon nehéz volt megállni sokszor, hogy ne rögjük el magunkat. Igen, mert ha valakinek viccet mondasz, akkor te tudod a viccet. Igen. Itt pedig közvetlenül előtte tudod meg, hogy mi az. Meg egyébként sok számít abban is, hogy hogy adod elő.
szerintem, az adott poént. Nyilván. Sokat számít az. Meg, hogy mennyi fasság volt előtte már. Igen, igen, igen. Meg, hogy Balázs befosik a röhögéstől a háttérben. Na, az mondjuk durva volt. Az egy nagyon nagy nehezítő tényező volt. Nehezítő. Balázs. Nem tudjuk, hogy lenne értelme annak, hogy ezeknek a videónak legyen valami következménye. Szerintetek legyen? Aki nyer, kapjon valamit ezekben a VS videókban, aki veszít. Vagy mert, igen, szívjon. Igen. Írjátok le, hogy szerintetek lenne értelme, hogy legyen következménye, és mik legyenek ezek a dolgok? Szerintem emeljük a tétet? Ez a kérdés. Úristen, Jani, most már ez nagyon most trash. Most a tévéműsor. Nagyon trash. De hát annyi baj legyen, srácok, az embernek ki kell próbálnia magát. Egyébként zárójelben megjegyezném, mert reggeli műsorokban beszéltünk róla már, tudjátok, a másik platformon, hogy remélem mindenki érzi, hogy a Jani VS Spiritet akarjuk ide a nagy csatornára visszahozni, csak már nem videójátékokkal. Ennyi mert, az egész. Mert ez nagyobb poén amúgy. Legalábbis mi jobban élvezzük. Kommenteket írjatok mindenképpen, legközelebb találkozunk. Így van, szevasztok! Szevasztok.